Sziasztok! Régen volt már hangos könyv a csatornán, és úgy gondoltam, itt az idő egy újabb Howard Phillips Lovecraft műhöz, amely ezúttal talán az egyik legrövidebb műve lesz, az Ultár macskái. Jó szórakozást! Azt mondják, hogy a Sky túl fekvő ultárban senki sem ölhet meg macskát. Elnézem őket, amint dorombolva ülnek a tűz előtt, egész hihetőnek tűnik ez a tilalom. A macska ugyanis titokzatos teremtmény, s közelebb áll azokhoz a különös dolgokhoz, melyek az ember előtt örökre rejtve maradnak. Az antik Aegyptosz lelke él benne, merő és Ofir régel városaiból származó mesék őrzője. Rokonságban áll a dzsungel uraival, örököse Afrika ősrégi régi baljóslatú titkainak a Sphinx unokatestvére, érti nyelvét, mégis sokkal ősibb nála, és emlékszik arra is, amit az már rég elfeledett. Élt ultárban, még mielőtt a polgárok megtiltották volna a macskák elpusztítását, egy öreg paraszt a feleségével. Gyönyörűségüket lelték abban, hogy csapdába csalták, és lemészárolták szomszédaik macskáit. Hogy miért tették mindezt, nem tudom, talán gyűlölték éjszakánként fölhangzó nyávogásukat, és azt, ahogy lopva osonnak a kertben és udvarokon át a sötétség homályában. Akármi volt is az ok, az öregember és az asszony örömmel fogott el, és ölt meg minden macskát, ha közel merészkedett kunyhójukhoz. A néha sötétedés után hallható hangokból pedig a falusiak kitalálhatták, hogy nem gyöngéd módon történt az elpusztítás. Persze, nem igen beszéltek erről az öreg párral arc kifejezésük nem ígért semmi jót, és kunyhójuk is félelmetes volt, mélyen elrejtve egy elhagyatott kert hatalmas tölgyfái alatt. Az igazat megvalva, a macskák gazdái gyűlölték ugyan a furcsa párt, viszont sokkal jobban féltek tőlük, s ahelyett, hogy lehorták volna őket brutális tettükért, csupán arra ügyeltek, nehogy dédelgetett kedvenceik a sötét fák alatt álló, magányos kunyhó felé kószáljanak az elővigyázatosság ellenére is óhatatlanul eltűnt néha egy-egy macska, sötétedés után újra hallatszottak a hangok, s a gazda csak tehetetlenül kesereghetett, vagy azzal vigasztalhatta magát, hogy hálát adott az égnek, amiért nem valamelyik gyerekét veszítette el. Ultárban ugyanis egyszerű emberek éltek, és nem tudták azt, honnan származtak az első macskák. Egy szép napon egy karaván tűnt föl a falu Macska köves utcáin, valami délről jött furcsa vándornépség. Bőrük színes sötét volt, de nem hasonlítottak azokhoz a városiakhoz, akik évente kétszer is áthaladtak a falun. A piac téren ezüst pénzért jövendőt mondtak, és színes üveggyöngyöket vásároltak a kereskedőktől. Senki sem tudta, hogy pontosan honnan jöttek, csak azt látták, hogy imáik különösek, és furcsa alakokat festettek a kocsik oldalára. Embertestű, de macska, héja, kos és oroszlánfejű fejű lényeket. Vezetőjük pedig egy kétszarvú fejdíszt viselt, a két szarv között egy rejtélyes, korong alakú díszsel. Volt egy apátlan anyátlan kisfiú a karavánnal, csak egy kis fekete volt, azt dédelgette. A sors kegyetlenül bánt vele, csak ezt a kis szörgombócot hagyta meg neki, hogy enyhítse fájdalmát. De amíg az ember fiatal könnyen feledést talál egy ilyen kismacska játékában, így menész is, ez volt a fiúcska neve, gyakrabban mosolygott, mint sírt, amint a furcsára pingált kocsi lépcsőjén üldögélt játszótársával. Ott tartózkodásuk harmadik reggelén azonban nem találta a cicát, s amint a piac téren hangosan zokogott, néhány falusi beszélt neki az öregről és feleségéről, valamint az éjjeli hangokról. Amikor ezt meghallotta, abba hagyta a sírást. Tűnődni, majd imádkozni kezdett. Karját a nap felé emelte, és buzgón fohászkodott, s bár a falusiak nagyon szerették volna érteni, számukra teljesen ismeretlen volt a nyelv. A könyörkés hatására a felhők kezdtek szokatlan alakot ölteni, s az égen lassan és homályosan kivehetővé vált a furcsa, csak félig emberi lények szarvas fejdíszes alakja. Aznap éjjel a vándorok elhagyták ultárt, és senki sem látta őket újra. Azonban nem csak ők tűntek el nyomtalanul, hanem a falubeli macskák is. Kicsik és nagyok, feketék, szürkék, círmosak, vörösek és fehérek egyaránt. Az öreg Kránon, a polgármester, megmert volna esküdni, hogy az idegenek vitték el az összeset menész macskájáért. Szétta is a fiút, meg az egész karavánt. De Nit, a nyurka jegyző, azt állította, hogy a vénházas pára felelős, hisz köztudott volt macska gyűlöletük persze senki sem merte őket kérdőre vonni, pedig a kis Atal, a fogadós fia látta az összes macskát, amit lassan és ünnepélyesen vonultak a baljóslatú kert felé, mintha valami sosem hallott rituálira készülnének. A falusiak hitték is, meg nem is az egészet, s bár azt gyanították, hogy a macskák csúnya véget értek, mégsem merték van a szóvá tenni addig, amíg napvilágnál saját kertjén kívül nem találkoznak az öreggel. Így hát ultárlakói Tehetetlenül és dühösen feküdtek le aludni, de amikor reggel fölébredtek, álmilkodva látták, hogy minden macska előkerült, és ott volt a megszokott helyén. Nagy, kicsi, fekete, szürke, cirmos, vörös és fehér. Egy sem hiányzott. Lusták lettek és kövérek. Behízelgően doromboltak. A polgárok sokáig tanakodtak a hihetetlen esetről az öreg kránon még mindig azt állította, hogy csak is a karaván vihette el őket, hisz a macska nem került még élve elő abból a kunyhóból, ahol a vénember is felesége lakott. Abban viszont egyetértettek, hogy fölöttép különös a macskák viselkedése. Nem voltak hajlandóak sem enni, sem pedig meginni az eléjük kiöntött tejet. Egész nap csak a tűzhely előtt szundikáltak, és a napon sütkéreztek. Már egy hét is eltelt, mire a falu lakói észrevették, hogy este nem gyúl kis fény az öregek kunyhójában. Nitnek az is feltűnt, hogy senki sem látta őket a nevezetes éjszaka óta, amikor a macskák mind eltűntek. Újabb hét elteltével a polgármester úgy döntött, kötelessége kinyomozni a dolgot, és félelmét legyőzve elment a kunyhóhoz. Óvatosságból magával vitte Sánk Kovácsot, és túl kőfaragót is. Amikor behatoltak a házba, néhány furcsa bogáron kívül csak két emberi csontvázat találtak az agyakpadlón, hús már egyiken sem volt. Mindenkit ámulatba ejtett az eset, sokáig találgatták, mi történhetett. Zát a halott kém, nit jegyző, kránon, sáng és túl mindannyian a rejtélyen töprengtek. A kis atát, a fogadós fiát alaposan kifaggatták, jutalomból még cukorkát is kapott, Sokáig emlegették a vénembert és feleségét, a vándorkaravánt, a kis menészt a cicájával, az imáját és az égbolt megváltozását az ima alatt, azt, hogy mit csinálhattak a macskák aznap éjjel, amikor a karaván elhagyta a falut, és hogy mit találtak abban az átkozott kunyhúban a sötét baljóslatú fák alatt. Végül pedig a polgárok kihirdették a nevezetes törvényt, amely mindenütt nagy visszhangot keltett. Ulterban Tilos macskát elpusztítani. A műfordítást Redela Anna, a felolvasást Csirke József készítette el.